Akár 4,5 millió forint támogatást is kaphat egy-egy civil szervezet a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatának köszönhetően. Erről tartottak ma tájékoztatót a miniszterelnökség munkatársai. Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár úgy fogalmazott, a civil szervezetek problémái mind a finanszírozásból erednek, ezért fontos, hogy támogassák őket. Több mint 1600 civil szervezet működik Debrecenben. Sokszor ezek az egyesületek és alapítványok csak tagsági díjakból, adományokból, illetve pályázatok révén jutnak bevételhez. Csak a pályázatokból tudják a többi keretet előteremteni, és ugyanígy a működésükhöz is, ugye, hogyha a szervezet székhellyel és irodával rendelkezik, vagy esetleg szeretne alkalmazottat is ugye fizetni, ahhoz ugye bér kell, pénz kell, jövedelem kell, és ezt mindebből a pályázati összegből tudják finanszírozni. A Nemzeti Együttműködési Alap 2025-ös pályázat részleteiről országszerte tájékoztatást adnak a civil szervezeteknek. Debrecenben a Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központként működő Civilek a Fiatalokért Egyesület szervezte meg a tájékoztatót. Széles Diana alpolgármester köszöntőjében a Civisváros civil szervezeteinek fontosságát hangsúlyozta. A civil szervezetek biztosítják azt, hogy szinte minden ünnepkörben van valami érdekes program, nagyon fontos együttműködés alakítunk ki ezekkel a civil szervezetekkel, hiszen a város számára nagyon fontos az, hogy azok az emberek, akik tényleg tenni akarnak a közösségért, azok olyan helyen együtt tudnak működni, ami független bármilyen szervezettől. A Nemzeti Együttműködési Alap forrásaira két kategóriában pályázhatnak a szervezetek. Az egyikben 4,5 millió, a másikban 400 ezer forint a legnagyobb elnyerhető összeg. A pályázatok benyújtásához három feltételnek kell megfelelni. Egy jogszerű bejegyzés kell hozzá, ugye a bírósági által jóváhagyott bejegyzés. Aztán ugye alapítványnak vagy egyesületnek kell lenniük, tehát non-profit KFT nem indulhat a NEA pályázaton. Tehát ez a két klasszikus forma az, ami engedélyezett. A harmadik, hogy 75 millió forintnál több bevételük nem lehet. A pályázatokat december közepéig adhatják be a szervezetek. A megítélt támogatások márciusban érkeznek majd meg a nyertesekhez.